A kurva, hogy te bassza meg! Sziasztok! Gondolom a címből is rájöttetek, hogy miről szól ez a vlog, mégpedig arról, hogy nem lesz live. Hát ennek két nyomós oka is van, az egyik egy főok, a másik pedig egy mellékok, de szerintem kezdjük a főokkal inkább. Na hát az egyik ok az, hogy sajnálatos módon elavult a videókártyám. Félre ne értsétek, van hozzá frissítés, meg napra készen tartja, de hiába, hogyha a videókártyának gyenge a teljesítménye, és az OBS úgy zabálja a videókártyámat live közben, ahol nem szégyenli, milyen videókártyáról van szó. Ez egy Nvidia GeForce GTX 1050 nem TI-os, 2 GB-os GDDR5-ös videóram van benne. Aztán, ja... Úgy érzem, hogy 2022-ben, aki ilyen videokártyával akar live-ozni, az szerintem már most elbukta a dolgot. Nem, egyszerűen az a baj, hogy tehát a Windows 10 is, ahogy frissül, meg minden, meg ahogy ez a videokártya ugye a maga módján avul elfele, így a jövőbeni live-oknak már nem fog megfelelni, és ezért van az, hogy hát nem fogok live-olni, mert nem megfelelő a videokártya. Természetesen tervezem orvosolni a problémát, mégpedig azzal, hogy beruházok egy erősebb videókártyára. Már ki is néztem a modellt, amit szeretnék. Ezt kérem szépen egy Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, vagy sima, de szerintem inkább Ti-t veszek. Egy ilyet akarok beruházni, hogy mehessenek a live-ok, meg ugye a komolyabb videókártyát igénylő munkák, mert hál' Istennek tudok még boldogulni ezzel a 2 gigás videókártyával, de már nem sokáig. Ami ezt a nagy videókártyát illeti, ezt a bestiát, hát találtam már megfizethetőbe, csak folyton lecsapták a kezemről, tehát tényleg én már találtam ilyet 600 euróért is. 600 eurót, az nem pénz érted ilyen videókártyáért, de az a baj, hogy ezt mind lecsapolták a kezemről, 3000 eurót pedig nem adok egy ilyen videókártyáért, és az a 600 eurós videókártya is amúgy nem is volt használt, tehát... bontatlan volt, teljesen újonnan, szóval vannak ilyen középutak, és ezeket próbálom keresni, mert én használtan nem akarok ilyen kártyát megvásárolni. A másik fő ok pedig az, hogy a zöld hátteremet még mindig nem sikerült beállítanom, mert ugyebár mondtam, hogy nekem csak egy fényforrásom van, és ha megnézitek a képet, akkor hát legalább így kéne nekem is megvilágítanom a zöld hátteret, mert ugye én most csak magamat világítom, de a zöld hátteret nem teljesen, és nézzétek, fentebb pöcköm nektek egy kicsit a testemet, és hát igen, már is észrevehető a hiányosság, meg hogy mennyire nem jó, szóval nekem még fényforrásokat is be kell szereznem, hogy tényleg egy nagyon masszív live legyen belőle, úgyhogy a videokártya mellett még ezt is vásárolnom kell. Ezek voltak a fő okok, na nézzük meg, hogy mik a mellék okok, hogy miért nem live-ozok. Ez nem annyira fontos, de úgy vagyok vele, hogy jó, ha tudtok róla. Na hát mik a mellék okok? Hát csupán az, hogy én szerintem nincs értelme. Tehát nincs értelme beülni három embernek live-ozni. Tehát oké, rendben, kicsi a csatorna, de akkor is igazságtalannak tartom. Tehát itt van 1100 feliratkozó, és akkor... három ember ül le és nézi a live-omat, de van, hogy az a három ember is megújja, és akkor lényegében nulla nézőnek ülök a gép előtt 3 órát, meg 4 órát, vagy akár 2 órát, és alapjáraton ennyit nem is ülök a gép előtt, csak akkor, hogyha videót csinálok, filmet nézek, és ennyi, tehát, vagy hogyha valamelyik rokonomat fel akarom hívni, tehát mondjuk Skype vagy Discord, ezen dolgok miatt ülök be a gép elé, de azért én leülök 2, 3 és 4 órákat live-ozni, hogy nulla embernek live-ozzak, és nem, ez tényleg nem baj, ez csak egy mellékok, ahogy láttátok, ugye, mellékok, de akkor is igazságtalannak tartom, tehát ezt én igazságtalannak tartom, úgyhogy őszinte leszek, jó is, hogy nincs live egy darabig, de ugyanakkor videók azok lesznek természetesen, tehát aktív vagyok, meg itt vagyok, csinálom, ugye szórakoztatlak titeket, ez az én dolgom, de ja, live-ra ne számítsatok most egy darabig. Attól függetlenül ilyen holmi élőadásokkal talán be fogok jelentkezni. Ezt úgy képzeljétek el, mint amikor régen volt a test live, meg amikor a random live, ugye ezeket a címadó neveket biztosan emlékeztek még rá. Ilyen live-ok lesznek, tehát nem lesz a live bepromózva, hogy valamivel én játszok, hanem ilyen random fasságokat, valamit baszkurálok a gépen, és akkor megosztom veletek, és akkor az lesz egy live, tehát hogyha be akarok jelentkezni egy livestreammel. Úgyhogy max ennyi, amit ígérhetek így a jövőbeni live-okba. Amíg nincsen felszerelésem, addig nem fogok live-ozni. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor like, comment, feliratkozás. A jövőben vlogok és paródiák lesznek, szerintem.
úgyhogy más tartalomra ne nagyon számítsatok. Ezt a kettőt akarom most. A vlogokat azért, hogy be tudjak jelentkezni, mint például most. A paródiák pedig most látok rá lehetőséget, hogy szerintem haladni fognak, úgyhogy paródia és vlog videó lesz jövőben. Még egyszer köszönöm, hogy megnéztétek. Adios, arrivederci, tschüss! Take them.